Milyen fegyverzete van egyébként a rendőrségnek? Mi az, amit most használunk? Azon a rendőrön, amit mostanában láthatunk, ugye lőfegyvert, az általánosan két típus, ez a CZP-09, illetve a CZP-07-es maroklőfegyver. Egy pár éve került rendszeresítésre a rendőrség állományába. Ezen kívül, ami most még rendszeresítve van, és azt inkább objektum őröknél lehet látni, az még a régi AMD gépkarabé, illetve most már, ami szintén ezekkel az új pisztolyokkal jött, az a CZ-nek az ivója, a géppisztolya, amit ti ugye jól ismertek, ti is megkaptátok rá képzést. Ez a három fegyver, ez ténylegesen már mondhatjuk, hogy a 21. századnak megfelelő kis fegyverzet, ami tényleg egy jó alapfelszerelés arra, hogy a rendőreink azok rendesen el tudják látni a szolgálatot. Köszöntjük kedves nézőinket és hallgatóinkat a Budapesti Zsaruk podcast adásában. Mai adásunkban egy picit a fegyverekről, a lőkiképzésről fogunk beszélni, hogy is zajlik ez a rendőrség berkein belül. Ebben segítségül lesz Salamon Róbert, rendőrzászlós szakoktató. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Mielőtt egy picit belemegyünk ebbe, szeretném, hogyha azért egy picit a megszokott módon te is beszélnél magadról, mióta vagy rendőr, miért lettél rendőr, és hogy hol dolgoztál eddig, mivel foglalkoztál. Köszöntelek én is és mindenkit. 2000-ben kezdtem a pályafutásomat a Budapesti Rendészeti Szakközépiskolában, az még a Kerepesi úton volt. Ott egy 2 éves képzésen vettem részt, majd onnan, amikor én felszereltem, akkor engem a közönvédelmi főosztály fogda osztályára neveztek ki, ahol is a gyorskocsi fogdába töltöttem én 1,5 évet, nyilván, ugye ez egy kicsit az ajtó jó oldalán. Igen. Majd ezt követően, ahol a 2 éves tanulmányaim alatt a gyakorlati időmet töltöttem, ugye Kőbányára kerültem áthelyezésre, ahol lényegében azt hiszem, hát összességében, ha a tanulmányokat is beszámolom, akkor 9 évet töltöttem. Ez hosszú idő. Mondhatjuk, igen. Voltam ott járőr, voltam körzeti megbízott, elvégeztem ott a kutyásszaktan folyamat, voltam nyomozó, majd onnan egy rövid kitérővel, ugye 1 évet voltam Kispesten, mint készenlétes nyomozó, onnan kerültem át, ugye az általam már jól ismert bűnügyi bevetéshez, akkor még ugye akcióosztály volt a neve, és ott töltöttem 9 évet, ahol... Nem, ez a 9 év, ez ilyen meghatározó. Igen, 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 lehet, hogy ez a 9, ez egy ilyen misztikus szám lesz. Ahol talán a legtöbbet tanultam szakmailag, majd valahogy jött egy lehetőség, hogy azt, amit esetleg tanultam, azt én tovább gyarapítsam, tovább tanuljak még egy kicsit, és azt esetleg tovább adjam, és így jött ez a lehetőség, hogy egy intézkedés taktikai instruktor és lőkiképző tanfolyamra elmehessek, amit sikerült megcsinálnom, és lényegében így kerültem ugye a BRFK-nak a oktatási osztályára, ahol lőkiképzőként tevékenykedek a mai nap is. Mit jelent ez az intézkedés, taktikai instruktor és lőkiképző tanfolyam? A lőkiképző egyértelmű, tehát azt sokan tudják, de hogy mi az, hogy intézkedés, taktikai instruktor, erről tudsz egy picit beszélni? Hogy... Az az igazság, hogy mi magából az intézkedés taktika részével ugye nem nagyon foglalkozunk. Arra van egy külön osztály arra rendőrségen belül. Így van, az intézkedés taktikai alosztály. Ők nagyon ügyesen, ugye időközönként ők is behívják ugye a srácokat ugye különböző szervektől, és ott éppen megpróbálják, hogy mondjuk azt, hogy a legjobb tudásuk szerint átadni
azokat a intézkedés fajtákat, amik a lehető legbiztonságosabbá teszik számukra a mindennapi munkát. Akkor magába foglalja azt, hogy hogy kell adott esetben bilincselni. Nyilván ezt megtanulják, csak hogy adott esetben mindig lehet tanulni valami újat, elfrissíteni a dolgokat. Az simán magától onnantól, hogy megállítok valakit csak egy igazoltatásra, egészen a bilincs használat, épület, harcászat. Tehát ugye ez ilyen egészen széleskörű, és nyilván ugye még ebbe is ugye lehetne tovább szedni darabokra, hogy másképp alakul az intézkedés taktikája mondjuk egy egyenruhás járőrnek, másképp egy nyomozónak, és még van még egy pár olyan hely, ahol szintén megint másképp alakulhatna. És itt lehet szó egy kutyásról, vagy bárkiről, nyilván nem ugyanúgy fog dolgozni egy kutyás például, mint egy járőr. Úgyhogy ennyi. És akkor ez a lőkiképző történet, ez hogy? Tehát, hogy te céltudatosan ebbe az irányba akartál, gondolom, elindulni? Vagy... Érdekesen nem. Nem? Nem. Tehát én soha nem gondoltam. Úgy, hogy ezt akartál lenni, de hát... Igen. Még egyébként bele trafáltam, mert annak idején még általános iskolában kérdezgették tőlünk, hogy mik leszünk. És volt egy nagyon jó kis gyerekkori barátom, és akkor mindig viccelődtünk, megbeszéltük, hogy egyszer az egyik, egyszer a másikunk mondja majd egyiket, másikat, és akkor mondtuk, hogy hát vagy nőgyógyász, vagy szexológus. De hát nyilván egyikünk se lett az, mert ő teljesen más területen, pincérként dolgozik, vagy szakácsként, azt hiszem, én meg ugye itt kötöttem ki. Szóval nem volt terve a lövészet egyáltalán. Nem is tudom, hogy mi vezetett ide. Talán maga az oktatás, és az, hogy magához a lövészethez talán van egy picivel több érzékem, mint az átlagnak, és ezért az, hogy ment valami, hogy tudtam egy kicsit jobban csinálni, talán ez adott valamilyen fajta olyan önbizalmat, hogy próbáljak ebbe úgy tevékenykedni, hogy másoknak segíteni. És talán ez az erősebb oldala, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy én vagyok a legjobb lövő, mert nyilván nem. Csúnyán azt is szoktuk mondani, hogy nekünk nem kell jól lőni, csak jól oktatni, ugye? Hát igen. De hát azért tudjuk, hogy úgy lesz valaki hiteles, hogyha egy picit azért az átlagnál jobban tud. Legalábbis úgy illik. Legalábbis úgy illik, igen. És főleg akkor, ha egy lőkiképző ott a oktatottak előtt valamiért lő, akkor ugye minden szem rászegeződik, és akkor nézik, hogy most hibázik, most esetleg hibázik. Nem hibázhat. És akkor nem igazán nem szabadna. Hát most hibázhat, igen, de hát azért mégis az embernek jobban esik, hogyha azt látják, hogy na igen, én meg tudom csinálni azt, amit én elvárnék tőlük, hogy közel azt csinálják. Úgyhogy talán tényleg az oktatás az, ami engem érdekelt ebbe a történetbe. Igazából több olyan dolog van, ami érdekel, akár a rendőrségen belül is, amit szívesen oktatnék. És szerintem ez az. Hát, amit mondtam, voltam kutyás is. Engem a kutyák is nagyon foglalkoztatnak, de a technikai búvárkodástól kezdve a drón használat például. Kicsit ezek a műszeres technikai dolgok közelebb állnak hozzám, ezek úgy tetszenek. És nyilván hát az ember azt szeretné csinálni, amit szeret is, ugye, és akár hobbi szinten is űzi. Úgyhogy, de most egyelőre horgonyoztam itt a lövészetnél. Itt még csak 3 év vagyok, úgyhogy... Még van 6 évet. Igen, még van 6 év gondolkodni, hogy mi legyen a következő. Hogy néz ki egy ilyen lőkiképző tanfolyam, nevezzük, vagy instruktori tanfolyam? Miből áll ez? Nagyon egyszerű, hogy alapvetően az egésznek a felépítése kezdődik egy úgynevezett válogatástól, hiszen nyilván lehet, hogy sokkal több embert érdekelne ez a pálya, de lehet, hogy nem mindenkinek adatott meg az a fajta képesség, hogy ezt jól csinálja. Mi alapján válogatnak ki? Hogy néz ki? Vagy nyilván nem, de nyilván, hogy... Nyilván, persze. Hát van egyfajta elméleti felmérés, amin bizonyos dolgokra tudnod kell válaszolni. Nyilván itt ugye megint csak fegyverekkel kapcsolatosan teszik fel a kérdéseket, jogszabályi hátteret kell valamennyire ismerni, illetve nyilván bizonyítanod kell azt is, hogy lőni se lősz rosszul, és innen indul majd el ez az egész. És akkor ott megtörténik a válogatás, majd utána kiértesítenek ugye a válogatók, hogy oké, sikerült bekerülnöd, és akkor hogy ekkortól kezdődik, és mehetsz is. Az, hogy említetted itt egy fél szóval, hogy ismerned kell a fegyvereket, tehát ez mit jelent pontosan, hogy ismerned kell? Igazából
ugye már magának képzésen is muszáj ugye megtanulnunk többféle fegyvernemet, azon belül ugye típusokat, hogy azokat a tudásokat, hogy mi tovább tudjuk adni. Nyilván itt most elsődlegesen arról van szó, amelyik fegyvereket ugye rendszeresítették már itt a rendőrségnél, gondolva itt ugye egy maroklőfegyverről, egy géppisztolyról, egy gépkarabéről, egy géppuskáról, egy gránátvetőről. Ezekkel ugye tisztába kell lennünk, hiszen nyilván csak úgy tudom továbbadni ugye ezt a dolgot, hogyha én is rendelkezek ugye megfelelő tudással. Most itt a rendőrség állományában, amit legtöbbször mondjuk azt, hogy napi szinten ugye felhasználnak, mint felszerelést ugye a rendőreink, ugye az a maroklőfegyver, illetve a gépkarabé, illetve most már ugye az újonnan érkezett ugye géppisztoly. Ezeknek az ismerete az, ami mondhatjuk azt, hogy a legmélyebb kell, hogy legyen most ugye a rendőri állománynak, illetve nyilván a megfelelő szerveknél, hogy ki milyen típusú és milyen fegyvernemeket használ. Úgyhogy ennyi. A képzés az is egy elég összetett, elég jól összetett képzésről van szó. Ezt a országos rendőrfőkapitányságnak a kiképzési osztálya tartja, ugye a ROK. Nagyon jó kis brigád volt akkoriban is, amikor ugye mi végeztük el ezt a szaktanfolyamot. Mi azért most többen érkeztünk egyszer ugye a BRFK képzési osztályára, ami viszont jó, mely azért különböző területekről, és hát úgy nagyjából tényleg mi meg voltunk elégedve azzal, és azt mondom, hogy nagyon sok dolgot tanultunk ugye olyan emberektől, akik már hosszú évek óta foglalkoznak ugye a fegyverekkel is, nyilván az oktatással, és lehetett itt szó egy balisztikáról, ugye, ahogy említettem, ugye a fegyvertípusok, fegyvernemek, és ugye ezeket átvenni, és nyilván ugye maga az a soha el nem maradható ugye szárazolás, azért ott is kőkeményen megvolt. Az mit jelent a szárazolás? Nyilván ugye ez a fegyvernek a kezelésének a gyakorlása, amikor ugye lőszer nélkül, éles lőszer nélkül próbáljuk meg minél jobban, minél pontosabban, és majd a legvégén minél gyorsabban használni a fegyvert. Tehát ez, akkor a fegyver ismeret inkább, hogy kezelni a fegyveredet. Igen, lehet így is mondani, így van. Ezt, ahogy szoktuk mondani, ez a végtelen plusz egy óra, amit ezt lehet gyakorolni. Nyilván, hogyha van lehetősége az embernek, és minél többet gyakorol, akkor annál jobb lesz, és minden egyre jobban fog működni. Már olyan szinten, hogy tényleg készségként fog ez működni, már oda se fog figyelni nagyon arra a történetre, hogy hogyan veszi elő a fegyvert a tokjából, hogyan tölti csőre, mert ott van benne a kezébe, ugyanúgy, mint egy étkezésnél, hogy használod a kést meg a villát. Szóval elég sokat kellett így gyakorolnunk, sokat is kellett lőnünk, és mondhatom, hogy amikor mi voltunk, akkor mindenki tök jól profint, tényleg a rendőrség nagyon sok szervétől, nagyon sok területéről érkeztek oda akkor srácok, és tényleg mindenki nagyon ügyes volt. Ez úgy kell elképzelni, hogy megvan ez a úgynevezett száraz gyakorlás, és akkor utána odaálltok egy céltábla elé, és akkor és azt mondják, hogy Jóska, akkor most 10 pontot el kell érned, a körnek a közepét meg kell lőnöd 10-szer, vagy azért ez egy kicsit, ha erről még tudsz beszélni, hogy pontosan mi ez, szituációk vannak, esetleg mozgás közben kell lőnöd, stb. Nyilván itt ugye a szaktanfolyamon már azért olyanok voltunk, akik bekerültek, akiknek magával a célzása nem volt problémájuk. Tehát itt már ugye próbálták egy kicsit ugye feszegetni a határainkat, próbáltak rámenni arra, hogy mennyire tudjuk gyorsan elsütni a fegyvert, ugye, úgyhogy a adott találati területen benne is legyünk, ami meg van határozva. Nyilván volt olyan statikus pontlövészet is, amikor nem kell megmozdulnod, egy helyben állsz, nincsen időkorlát, lassan kell lőnöd, de akkor a lehető legpontosabban, és ilyenkor igen, tehát mondjuk tudni kell nagyságrendileg tényleg 8-10 méterről például egy cigaretta átmérőnyi kis felületet eltalálni. Nehéz azért. És itt jön az, hogyha sokat gyakorolsz, és megvan az, hogy hogyan használod azt a fegyvert, az elsütő billentyűt hogyan kezeled, az elég gyorsan
meg tud ragadni az emberbe. Nyilván, ahogy mondtam, minél tovább csinálja és gyakorolja ezt valaki, ez annál egyszerűbb és annál készségszintűbb lesz ez a egész történet. Egyébként te vetted a fáradtságot, és így saját magad elmentél akár ilyen lövészklubokba, vagy lőterekre, és ott gyakoroltál, tehát hogy ott tudtad úgy elsátítani, vagy tényleg egy veled született történet, és igazából klasszikusokat idézve a véredben van a golyó. Ezt nem mondanám azért, annyira nincsen, és talán, hogyha lehet így mondani, egy olyan ember volt, egy volt kollega, aki engem lényegében inspirált erre a történetre, hogy próbáljak így ebbe az irányba elmenni, és hál' Istennek ő is oktat most, és egy nagyon nagy tudású tényleg. Úgyhogy igen, a Kozák Sanyi volt az, aki nekem nagyon sok mindent mutatott és tanított, és próbáltam lesni tőle rengeteg dolgot, hogy mit, hogyan csinálj, és itt lehet szó akár egy testi kényszerről, lehet szó fegyverhasználatról, épületharcról, onnantól kezdve, hogy hogyan kell felállítani egy embert bilincsbe biztonságosan, egészen odáig, hogy tényleg, hogy menjek be egy lakásba, úgymond vonatba. Ez már az intézkedés taktika. Ez már nyilván intézkedés taktika, és itt van ez a rész, ahol az intézkedés taktika, és ugye a lőkészség, a fegyverhasználat ugye összeadódik, amikor már például egy épületharcról beszélünk, tehát ott azért már kőkeményen tudnod kell azt, hogy egyrészt a fegyvert is jól kezelni, nyilván nem úgy kezeled, mint egy sima alaplőállásba, és úgymond a taktikai részét is tudnod kell, ugye, hogy hogyan kell bemenned egy számodra majd, hogy nem ismeretlen objektumba. Úgyhogy igen, tehát ő volt az, aki engem így inspirált, és én nem jártam nagyon. Tehát ő vele, amit láttam, ahogy tőle tudtam így munka közben gyakorolgatni, mert azért nyilván ugye a VBO-nál nekünk szükségünk volt arra, hogy frissítsük ezt a tudást, illetve újabb és újabb dolgokat tanuljunk meg. Inkább ott. Térjünk ki a BBO, ugye a bűnügybevetési osztálynak a rövidítése. Ugye ők a Budapest területén látnak el szolgáltat, és ugye műveleti feladatokat és nyomozati cselekményeket, vagyis a nyomozás forró nyomozást hajtanak végre ugye Budapest területén, csak hogyha valaki esetleg ezt nem tudja, akkor tudja. Tehát, hogy ők azért elég sokat mozognak ebbe. Igen. Hát lényegében ugye a budapesti rendőrfőkapitányságnak mondhatjuk azt, hogy az egyik fő műveleti egysége, aki ugye kiemelt feladatokat hajt végre. Szóval is náluk szükség volt ugye erre, és ezt igenis gyakorolni kell ugye elég sűrűn. És valahogy innen jött itt a gyakorlások alatt, hogy tetszik is, próbáltam mindig azon agyalni, hogy ezt hogy lehetne megoldani, azt hogy lehetne megoldani. Ott azért láttam, hogy még ő neki, aki tényleg nagyon profi volt már akkor is, hogy ebbe a történetbe nem volt restálni ott több-több perceket, és 10 perceket, és gyakorolni, szározolni, amikor csak egy kis ideje volt rá. És nyilván így tettem én is. Tehát amikor volt egy kis szabadidőm, akkor én is gyakorolgattam. De ilyen lövészklubokban nem igazán jártam el. Annyira, ahogy mondtad, nem volt meg bennem ez a fajta alapinger, hogy én nagyon nagy fegyvermániás vagyok, vagy valami ilyesmi. Ez valahogy így a munkával jött, avval vonzottam ezt így be. Beszéljünk egy picit arról, hogy itt a rendőrség Berkein belül hogy néz ki egy ilyen lőkiképzés. Mi úgy állunk már ott a már meglévő kollégákhoz, hogy alapvetően azt feltételezzük, hogy mindenki tud lőni. És innentől kezdve nagyságrendileg igen, és vannak ezek a kis nüansznyi, kis hibák, amikor látjuk azt, hogy egy picit erre megy el a találat, egy picit arra megy el a találat, és akkor azt tudjuk ugye, hogy ez mi okozza. Rosszul fogja a fegyvert, rosszul süti el a fegyvert, rosszul kezeli ugye az elsütő pillentyűt, nagy Isten, a célzása rossz, és azon kell, vagy maga a testtartása rossz. Volt olyan ember, akinél ránéztünk, és azt mondtuk, hogy úristen, minden patent, tök jól csinál mindent, és valahogy mégis mindig egy irányba egy-két centit elmegy a találat. De ott egy, azt mondom, hogy egy 200 forintos nagyságú találati területen volt a 10 találat, de elmegy 2 centivel odébb. És valami olyan lehetett az ő testében, hogy egy picit meg kellett úgymond törni azt az egyenes állását, picit elgyengíteni az egyik oldalt, és már is oda mentek a találatok. Tehát nem is olyan egyszerű azért ilyen pontosan lőni. Igen, de hál' Isten, igen, de azért hál' Istennek nem ez a jellemző. De csak hogy ugye visszakanyarodjunk az elejére, ugye itt arról szól az egész történet, hogy nyilván megérkezik ugye maga az állomány, ott történik egy igazítás, ugye ismertetjük nyilván ugye ezeket a lőtéri
rendszabályokat, így van, illetve a biztonsági rendszabályokat, amik ugye nem egy ördöngösen nagy dolgok, tehát nem kell nagyra gondolni, ugye megvan a mindenkori lőirány, amerre felé a fegyvert tarthatom, amerre felé ugye a lövéseket leadhatom. Nyilván elmondjuk ugye mindig azt, mert ezt el kell mondani, az, hogy csak akkor és csak úgy és csak azt csinálhatja ott bárki is, amit a lőkiképző mond, kér. Ja, mert igazából azért azt be kell látni, hogy akárhogy is ez egy olyan terület, ahol az emberek nap mint nap ugye forgatják a kezükbe a fegyvert, már olyan tekintetben, hogy ugye munkaeszközük, azért ez csak egy veszélyes üzem. Hát, oda kell figyelni, balesetek mindig történhetnek, úgyhogy erre mindenképpen minden nap fejlődjük a figyelmüket. Majd ezt követően következik ugye már ez az előbb említett száraz gyakorlás, ahol azért már úgy nagyságrendileg lehet látni dolgokat, hogy esetleg itt hibázik, ott hibázik, rossz egy fegyverfogás, rossz esetleg egy elsütés, vagy egy kicsit úgymond ilyen pszichológiai oldalról megközelítve, amikor látni azt, hogy esetleg valaki ideges, valaki frusztrált, ugye akkor erre is kitérünk, erre is odafigyelünk, megkérdezzük, hogy biztos jól érzi-e magát, ugye végre tudja hajtani a lövészetet. Hát mi is, nyilván mi is emberek vagyunk. Így van. Mert valami van semmi. Otthon, nem biztos, hogy ugyanilyen higgadtan tudunk jönni. Így van. És annak meg nincs értelme, hogy ott csak szétszórja a lőszert ugye azon a lőlapon, akkor azt mondjuk, hogy nyugodtan menjen vissza. Ebből a világon semmi baj nem történik, eljön másnap és megcsinálja ugyanúgy ezt a lövészetet. Nem nagyon szokott ám ez jellemző lenni. Én talán egyszer találkoztam vele így most már 3-4 év, amióta itt vagyok. Úgyhogy de abból se volt semmi probléma. Egyszerűen rossz napja volt a kollégának, és ő is úgy látta, hogy inkább akkor majd visszajön, és akkor abszolválja akkor. És valóban így is történt pár napra rá, nem is másnap, de még azon a héten visszajött, és tökéletesen megcsinálta a lövészetet. Szóval van egy gyakorlásunk. Ugye száraz gyakorláson, ahogy mondtam, ugye már ott azért sok mindenre fel lehet figyelni, az, hogy ki mit ront el esetleg. Ezekre nyilván felhívjuk a figyelmüket, elmondjuk a nagy általánosságokat ugye minden évben, hogy mik azok, amik a hibákat okozhatják. Ugye ez az örök klasszikus, ez a lefelé, balra lefelé, vagy jobbra lefelé, attól függően, hogy ki milyen kezes, hogyha elmennek a találatok, ugye ezt mindig végighallgatják tőlünk nagyon türelmesen, ugye, és ennek megfelelően próbálunk segíteni, próbáljuk rávezetni őket azt, hogy ezt a fegyvert hogyan is kéne kezelni, vagy az elsütő billentyűt hogyan kéne kezelni. Egy másik nagy tanult kollégánk ugye azt mondta, hogy ugye 97% ugye abba függ, hogy milyen az elsütésed ugye a lövészet sikerességét illetően, és ebben valóban van igazság. Tehát, hogyha valaki jó kezeli az elsütő billentyűt, az jó eséllyel pontosan fog tudni lőni. Majd, hogyha megvolt ez a száraz gyakorlás, ez itt lényegében, igen, ezt nem mondtam, mégis ez elég fontos lehet, ugye, hogy ezt egészen onnantól kezdve próbáljuk meg, hogy is mondjam, valahogy így átadni nekik, hogy egy picit most már próbálják meg beleképzelni magukat az ő számukra teljesen hétköznapi életbe, mint rendőr, amikor, mint kint végrehajtóként az utcán van, hogy hogyan fogja már meg a fegyvert, amikor még az csak a tokjában van, hogyan vegye elő, melyik lesz ilyen az a vonal, ahol felhúzza a fegyvert ugye a test elé, ahol ráfog egy segítő kézzel, ahol megtörténik a csőretöltés, hogy mennyire tolhatja előre a fegyvert, ugye, hogy az neki biztonságos legyen, hogy mondjuk akivel szemben ne adj Isten, használnia kéne azt a fegyvert, aznak ne legyen lehetőség arra, hogy arra rá tudjon nyúlni, el tudja venni, hasonló. És nagyon ügyesek, tehát most már azért elég sok sásznál látom, hogy igenis odafigyel erre, hogy próbálja ezt a fegyverkezelést úgy csinálni, hogy az tényleg jó legyen. Hál' Istennek még azért idehaza nagyon nagy szükségünk nincsen ilyen tekintetben. Akartam is kérdezni, hogy a nagy számok törvény alapján meg tudod mondani, hogy mondjuk egy évben hányszor kerül arra sor, hogy egy rendőrnek akár a kézben, vagy készszereti pozícióba, és majd elmondod, hogy mit jelent ez a készszereti pozíció, kell helyezni a fegyvert, vagy ne adja Isten használja? Arra, hogy készszereti pozícióba helyezni, erre nincsenek adatok nyilván, mert ezt nyilván ott a helyszínen a rendőr tudja mérlegelni azt, hogy most jogszerűen, szakszerűen fog-e intézkedni akkor, hogyha előveszi a fegyvert, csőre tölti, ráfogja-e valakire, és hál' Istennek esetleg nem használja, de ettől függetlenül jogszerűen jár el, illetve szakszerűen is. Erről nincsenek adatok.
Az, hogy hány fegyver használat történt, tavalyi évben egyetlen egy figyelmeztető lövés volt, ami meg is oldódott, tehát nem is volt vele utána ez csak figyelmeztető volt. És ez csak egy figyelmeztetés volt, így van. Ott a kollega úgy ítéltem meg, hogy erre szükség van, és ahogy utána ezt igaza is volt, meg is oldódott ez a történet, úgyhogy ebben ilyen tekintetben nincsen probléma. Hál' Istennek, ahogy mondtam, nálunk nagyon kevés szituáció van, ahol ténylegesen éles lőfegyvert kellene elővennünk. Nyilván ugye a kényszerítő eszközöknek a használata, hogyha így összességében beszélnénk róla, akkor az már ugye több lenne, mert ott azért már beszélünk ugye másokról is. Hál' Istennek most már a rendőrbot és az éles lőfegyver közébe érkezett ugye a következő kis eszközünk. Rendőrbot. Igen. Mi is ez végül is, mert nem biztos, hogy mindenki ezt így érti. Ez a gumibot. Igen. Gúnyaszóval, hogy lehet így nevezni. De ez csak hivatalosan egy ilyen rendőrbot. A rendőrbot, igen, de most már inkább úgymond egy ilyen gyűjtő névként ugye használjuk, mert az lehet a gumibot, lehet a tomfa hasonló, de nyilván ugye nevesítünk most már, ugye, hogyha erről van szó. Csak bennem ragadt még ez, hogy így rendőrbotozzak. Most már azért túlnyomó rész, hogy a tomfát használnak a kollégák, de azért van még jó pár, és alapfelszerelésként van még mindig ugye a gumibot. Majd ő utána jön a mostanában érkezett ugye tézerünk, aminek mi, mint kiképzők nagyon örültünk, mert nagyon látjuk benne a potenciált, nagyon-nagyon sok esetben meg tudja könnyíteni úgy az intézkedő rendőrök és az intézkedés alá vontak életét. Ez most egy kis morbida hangzik, hogy az ő életüket is, de valóban ugye miért kéne nekem éles lőfegyvert használnom, hogyha meg tudom oldani azt úgy is, hogy senki meg ne sérüljön, se az intézkedő rendőr, sem pedig ugye az intézkedés alá vont, viszont másképp, mint rendőr, nem tudom érvényesíteni az akaratomat, mert ő valamilyen bódult állapotban van, nem lehet vele úgy kommunikálni, agresszív esetleg ugye, de ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy őt súlyosabban meg kéne sebesítenem. Ilyenkor van egy alkalmas eszközünk, most már ugye a tézer, ez az elektromos sokkolónk, ugye, amit ugye megfelelő távolságból ugye két elektródát kilőve ugye tökéletesen úgymond védekezésre képtelenné tudunk tenni valakit, majd utána tudjuk kezelni, mint szemét, ugye megbilincselni és előállítani a megfelelő szervez. Úgyhogy ez mondjuk egy abszolút jó dolog, hogy ugye ez bejött a képbe. Ha már így elkezdtél beszélni a rendszeresített kényszerítő eszközökről, milyen fegyverzete van egyébként a rendőrségnek? Mi az, amit most használunk? Most általánosan, hogyha egy járőrt néz valaki kint az utcán, ugye mindig kérdezzük, hogy ki a rendőr. Hát a rendőr az, aki egyenruha van. Ugye ezt a nyomozók mindig egy kicsit ugye sajnálják, és többször fordult elő velem is, hogy hát tényleg ki kellett hívnunk a járőrt, mert egyszerűen nem hitték el, hogy rendőrök vagyunk, akárhogy mutogattuk az igazolványunkat, mert ő a rendőr. Szóval azon a rendőrön, amit mostanában láthatunk, ugye lőfegyvert, az általánosan két típus, ez a CZP09, illetve a CZP07-es maroklőfegyver. Egy pár éve került rendszeresítésre a rendőrség állományába, ez már országos szinten megtörtént rá, ugye az átképzés ugye minden rendőr részére, illetve már a rendészeti iskolákba, ugye a szakgimnáziumokba, úgy a felsőoktatásba is már képzik ugye a hallgatókat ugye ezekre a fegyverekre. Szóval a CZ maroklőfegyverek, a 09, illetve a 07-es az, amit a járőrök ugye kivisznek már magukkal. Többségében ők a 09-est használják, és a nyomozóink azok, akik szintén többségében pedig a 07-est. Ugye, az a kisebbiket, ugye az egy kompaktabb. Jobban el lehet rejteni. Hát el is lehet rejteni, meg hát nyomozóként ugye nem is az a célom, hogy én most az utcán mutogassam, hogy ugye egy fegyver van az oldalamon. Sok esetben, mint tudjuk, nem is célra vezető, ugye jobb úgymond inkognitóba lenni. Ezen kívül, ami most még rendszeresítve van, és azt inkább objektum őröknél lehet látni, az még a régi AMD gépkarabé, illetve most már, ami szintén ezekkel az új pisztolyokkal jött, az a CZ-nek az ivója, a géppisztolya, amit ti ugye jól ismertek, ti is megkaptátok rá képzést. Én azt mondom, hogy
Ez a három fegyver, ez ténylegesen már mondhatjuk, hogy a 21. századnak megfelelő kis fegyverzet, ami tényleg egy jó alapfelszerelés arra, hogy a rendőreink azok rendesen el tudják látni a szolgálatot. Nagyjából ezt a két-három fegyvert fogják látni az emberek ugye a rendőreinknél. Még azért egy picit kanyarodjunk oda-vissza, hogy ugye beszéltünk itt az éves lövészet alatt ugye a száraz gyakorlásról, viszont arra még nem tértél ki, hogy milyen szintet kell megütnie egy rendőrnek, hogy ez a lövészet ez sikeres legyen, tehát milyen szituációkat kell végrehajtani egy ilyen kiképzés vagy éves lövészet alatt. Alapvetően most kétféle mondjuk azt, hogy feladatot kell végrehajtania. Az egyik az egy statikus pontlövészet, ugye, ahol megnézzük azt, hogy mennyire tud pontosan lőni. Itt ezeknél az eseteknél nem szoktunk időkorlátot felállítani igazán. Tényleg az számít nekünk, hogy mondjuk egy adott 8-10 méterről egy mekkora területre tudja beszűkíteni ugye az ő találatait, ugye meg van határozva az, hogy neki melyik területen belül kell tartózkodnia, úgymond a találatok tekintetében, illetve a másik feladatunk, az pedig ugye a gyorsasági lőgyakorlat, amikor is ugye az, hogy ki milyen gyorsan tudja a fegyvert a tokjából elővenni, tűzkész állapotba helyezni és leadni egy lövést. Mi a jó idő? Mennyi idő, ha milyen időn belül teljesít, mi számít jónak? Hát vannak nagyon gyors srácok, főleg a fiatalok, nekik még azért nagyon-nagyon jó a reflexük. Ők azért... Gyors tüzelők. Az igazi gyors tüzelők, igen. Ügyesen kezelik, nagyon jó képzés van. Most éppen a fiatal tiszteknél látjuk azt, hogy tényleg nagyon jó képzést kapnak az NK-n, és tényleg nagyon-nagyon szuperül kezelik a fegyvert, és pontosak is. Ők ténylegesen gyorsan le tudják venni. Én azt mondom, hogyha valaki már két másodpercen belül van, az már mondhatjuk jónak, hogy az már... Tehát az már elég gyorsnak számít a két másodperc. És a fiatalok mit tudnak? Fél másodperc? Másodperc? Vagy? Nem, azért nem, de ők azért benne vannak abban, hogy két másodpercen belül, tehát egy másfél másodpercnél vannak, akik tényleg ilyen villámkezőek, és tényleg ügyesen tudják kezelni a fegyvert, és még a találat is ott van a helyen, ugye? Hát az egy elengedhető dolog. Nyilván kell. Igen, álmoskönyv szerint ez az egészséges. Hogyha valaki mondjuk a videó megnézése után úgy gondolja, hogy hát ő tökre kipróbálná ezt, hogy mégiscsak hogy tud lőni egyáltalán, vagy de nem is fogott a kezébe fegyvert, és hogy ezt szeretné, akkor erre hogy van lehetősége egyébként? Most már azért van egy jó pár civil lőtér itt Budapesten is, és tehát eléggé szétszórva. Hát igazából, ahogy szoktuk mondani, Google a barátod. Bárhol és, lehet találni már egy ilyet. Igen. És azért itt a lövészetvezetők, azok már nyilván olyan tudással rendelkeznek, hogyha valakinek nem csak az a cél, hogy egy úgynevezett élménylövészeten vegyen részt, hogy csak dérdulcsítsat, és akkor elpufogtassak egy pár lőszert, hanem kvázi szeretne is megtanulni lőni, akkor ezeken a helyeken biztos, hogy van rá lehetőség. És ami nagy szerencse, hogy ezeken a lőtereken azért elég sok fajta fegyvernemet felsorakoztatnak, illetve típusokat, akár egy félautomata maroklőfegyvertől egy revolverig, a nagy, ugye klasszikus, ugye ismert Desert Eagle-től kezdve a Coltokig bármit ugye meg lehet találni, de akár ugye géppisztolyokat vagy gépkarabélyokat, és vannak igen olyan lőterek, ahol akár még egy komolyabb távcsöves puskával is lehet próbálkozni. Nyilván csak a pénztárca szab határt. Azért azt még áruljuk el, hogy hol zajlik a rendőröknek ez a lövészete, ez hol található ez a lőtér? Hát jelen pillanatban, igen, itt a Teve utcai objektumban, az alaksorban, ugye a -1-es szinten van az egyik lőterünk, illetve a másik lőterünk, az egy tereplőtér, az pedig kint Nagy Tétényben, ugye a ROK-nak a felügyelete alatt nem is tudom, hogy mondjam, ők tartják karban, illetve ők felügyelik ott annak a lőternek a működését, és ott ugye nagyon sok lőszektor van, oda nagyon sokan járnak, ugye más szervektől is kezdve, a készenléti rendőrségtől, a BRFK, a
akár a honvédségtől is voltak már ott, vagy voltak ott ugye az NKR-ről, ugye a főiskolánkról, vagy egyetemünkről. Úgyhogy oda nagyon sokan, és többnyire én is ott vagyok kint ugye Nagy Tétényben. És hát az éves szinten egy 4500 embert azért sikerül meglövetnünk. Azért ez egy nagy szám. Igen. És azért még így egy utolsó kérdésként engedd meg, hogy te voltál olyan szituációban, amikor kezedbe kellett fogni, ebbe biztosabb vagyok, hogy, hogy volt, de hogy esetleg használod is kellett. Olyan volt, hogy a kezembe kellett fogni, hál' Istennek olyan sose volt, hogy használom is kellett. Ne is legyen. És reméljük így is marad. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. A nézőinek és hallgatóinak is köszönjük szépen, hogy ismételten figyelemmel kísértek bennünket, a jövő héten pedig ismételten találkozhatnak önünk.